Az érsekelti platán először 1962-ben épült, a 10 évvel korábban elkészített szökőkút mellé. A büfé 1994-ben zárt be végleg, majd az épületet le is bontották. 2015-ben a Kalocsa Szíve program keretein belül felújításra került az érsekelti szökőkút, és újra megépült az ikonikussá vált épület is. A platán rendezvényközpontban többek között koktélesteket, kiállításokat és találkozókat tartanak, de új szabadtéri esküvői helyszínül is szolgál. Úgy gondolom, hogy mindenféle szempontból egy csodálatos és tökéletes helyszíne egy esküvő számára. Április 30-án volt az első rendezvényünk, egy esküvő bemutató, ahol a vendégek láthattak egy autentikus fekete ruhás szertartást és egy hagyományos, idézőjelben hagyományos fehér ruhás esküvőt. Ezt követően májusban volt az első igazi polgári szertartásunk. A fiatalok körében egyre divatosabbak és kedveltebbek a szabadtéri esküvő helyszínek. A platán hangulatos környezetet biztosít a szökőkúta és az érsekerti fákkal, de mivel az idei évben nyitotta meg kapuit, az érdeklődés a számokban még nem mutatkozik meg. Egy esküvőnek a leszervezése elég hosszadalmas folyamat, és általában a helyszínt és az időpontokat már akár egy évvel előbb lefoglalják, így miután most nyitott először, már nem volt sok esküvőnk, tehát szám szerint 6. Ebből egy nap volt 3. A jövő évre már nagyobb az érdeklődés, hiszen a tapasztalatok és a vélemények is nagyon pozitívak az új helyszínnel kapcsolatban. A megújult épület alkalmas arra, hogy egy nap akár több szertartást is megtartsanak ott, így bátran ajánlják a helyszínt minden házasulandó számára. Akinek bármi kívánsága van, tényleg akár lampionok, akár extrém, mint például a motoros esküvő, bátran ötleteljenek, és mi mindenben állunk a rendelkezésükre.